Sziasztok, Ádám vagyok, a kezemben pedig a LG által gyártott Google Nexus 4 telefont tartom. Maga a készülék 4,7 szoros 1280x768 pixeles QHD IPS plusz kijelzővel rendelkezik, ami látszik, hogy mennyire szép betekintési szögekkel rendelkezik, illetve hátkeresve is alig találni pixelt a kijelzőn, hogyha azt nézzük. Mint a legtöbb Google Nexus készülék, ez sem rendelkezik fizikai gombokkal az előlapon, hanem a szoftveres gombokat használja, ami itt látható alul. Felül pedig kapunk mindenféle szenzort, előlapi kamerát, illetve egy hangszórót is. Megnézve a készüléket oldalról, viszonylag egészen vékony, egy mattított, olyan gumírozott anyaggal van borítva, amelynek köszönhetően nem akar majd kicsúszni a kezünkből, illetve hát itt a jobb oldalt található egy bekapcsoló gomb. Még a jobb oldalra került a hangerőszabályzó, illetve a SIM kártya nyílása, amit egy kis tűvel fogunk tudni kinyitni. Készülék alján microUSB csatlakozó van, tetején helyezkedik el egy mikrofon, illetve a 3,5 mm jack csatlakozó. Maga a készülék hátulját megnézve rendkívül szép, ilyen csillogó mintázatú, ilyen üvegborítású, nagyon minőségű érzetet ad, bár egy kicsit lehet lesz, aki válogatni fog, mikor meglátja ezt a csillogó mintázatot. Itt látható a hátlapi kamera, ami kapott egy flashvakot is, illetve látható az, hogy megvan már karcolva ez a hátlap, tehát azért ez megkarcolható egészen szépen, hogyha szeretnénk. Hátlapon itt alul helyezkedik el a hangszóró, illetve a hátlap alatt van egy 2100 mAh-es akkumulátor, amit akár vezeték nélkül is tudunk tölteni. Ugye a rendszeren pillanatnyilag Android 4.2 fut, mint a legfrissebb rendszer, ami elérhető, és mi a referencia készülék, így valószínűleg elég sok frissítést meg fog még a későbbiekben kapni. Egészen jó a készülék, látható a kamerája is hihetetlenül gyorsan reagál, illetve hát minden azonnal történik rajta, köszönhetően 4 magos processzornak. Ádám voltam, ez pedig itt a Google Nexus 4 volt, az LG-től, kövessetek minket továbbra is.